Rendhagyó módon a Ciszterci Szent István Gimnázium díszterme adott otthont a Vörösmarty Társaság hagyományos évvégi szépversek antológiája bemutatójának. Bobori Zoltán a társaság elnöke örömének adott hangot, hogy a nehézségek ellenére a fehérvári költők idén újra bemutathatták műveiket. Ami számomra, és hát nyilvánvaló, hogy valamennyiünk számára nagy öröm, hogy minden generáció versírói szerepelnek ebben az antológiában. Külön öröm valamennyiünk számára, hogy sok fiatal tehetséges költő a szárnyukat bontogató, mondhatni, de azt is, hogy már komoly eredményeket elérő költők vannak benne az antológiában. A kötet illusztrátora Tóth Adrien tervezőgrafikus számára rendkívüli kihívás esztendőről esztendőre olyan könyvet az olvasók rendelkezésére bocsájtani, ami teljességgel megmutatja és megerősíti azt a sokszínűséget, ami a Vörösmarty Társaság költőit, a fiatalokat és a kevésbé fiatal lírikusokat egyaránt jellemzi. Most már évek óta mondhatom, hogy én csinálom a szép versek köteteket a Vörösmarty Társaság számára, és mindig szeretnék valami újdonságot, és idén tehát, az illusztrációkkal megpróbálom egységesíteni azt a sokféleséget, ami egyébként az előnye a kötetnek, de ugye, hogy vizuálisan valahogy egységesen jelenjen meg, ez szerintem nekem, mint tervező grafikusnak egy fontos feladat. A bensőséges hangulatú esten az antológiában szereplő 19 szerző közül többen, Varta Klára, Gál Csaba, Szegedi Kovács György, Pálfalvi András, Prax Levente, Sajtos Lajos és Péntek Imre is felolvasták versüket, illetve P. Maklári Éva előszavát.